És én kérem az atyát, és más vigasztalót ádnéktek, hogy veletek maradjon mindörökké. A János Evangélium a 14. fejezet 16. E rövid vers, és mégis három nagy kijelentés van benne, amit mindannyiunk elé szeretnék idézni e mai napon. Hogyan is mondta Jézus? És én kérem az atyát, hogy az Atya küldje el a Szent Lelket. Mert végül is minden az Atya kezében összpontosul, az Atya és a Fiú között békesség tanácsa van, olvashattuk Zakariás profétánál, és az ő közös megegyezésük szerint elküldték a Szent Lelket, hatalmas erővel jelent meg a Szent élek, Pünkös dünnepén, amikor az apostolok egy szívvel és egy lélekkel foglalatosak voltak az imádságban és a könyörgésben, a Jeruzsálemi felházban kettős tüzes nyelvek alakjában kiáradt a szentélek, mint sebesen zúgó szélnek zendülése, és töltötte be a házat, és Mindenféle idegen nyelven tudtak beszélni, értelmes nyelveken, nyelvtanulás nélkül, és az evangéliumot hirdetve. Tehát a Szentfélek rögtön az első kiáradásakor nyilvánvalóvá tette, hogy ő az Istenségnek, az Atyának és a Fiúnak teljes meghatározott képviselője itt ezen a földön, és valami csodálatos munkát végez belülről mert belül világosít meg, belülről ad erőt, hogy mi is másoknak képviseljük, hogy ki is az Isten. A második tanítás, és más vigasztalót ád néktek. Ebben a kihelentésben Jézus csodálatosan beszélt, és először ezt hangsúlyozzam, a saját küldetéséről. Mert itt Jézus azt említi meg, hogy ő vigasztalóként volt velünk ezen a világon. Így is jövendőlt felőle Ézsajás könyve 40. fejezetétől fogva, Azokban a fejezetekben a proféta, amit egyébként a vigasztalás könyvének szoktak nevezni, ami így kezdődik, hogy vigasztaljátok népemet, vigasztaljátok népemet, így szól Istenek, mert mi nekünk, embereknek vigasztalásra van szükségünk. Mert az emberi életben rendkívül sok feszültség, nehézség, sötétség van, és akik fölöttünk vannak, akik vezetik a társadalmakat, azok különös kedvüket látják abban, hogy jól megnyomorgassák azokat, akik lent vannak. És így mondta a Prédikátor könyve negyedik fejezetében már Bölcs Salamon Jézus előtt ezer évvel, hogy én azt látom itt a Földön, hogy az emberek nyomorgatják egymást, a fejebb valók, a hatalmasok nyomorgatják a szegényeket és a nincsteleneket, és ezeknek nincs vigasztalójuk, és ezért az egész élet hiába valóság, minden hiába valóság. Jézus azért jött, hogy a szegényeknek evangéliumot hirdessen, azért jött, hogy bekötözze a sebeket, hogy megnyissa a vakok szemét, megnyissa a süketek fülét, hogy megoldja az inaszakadtat és a többi beteg ember. Jézus vigasztaló jelenség volt de hogy ne nélkülözzük őt, mert hiszen ő, ő neki el kellett menni a mennybe három és fél évig szolgálata után, elküld egy más vigasztalót. És a szentéleknek gyakori kijelentés, a paraklétos szó, a szentéleknek a neve a görög bibliákban maga is ennyit ment, hogy vigasztaló. Óriási dolog a vigasztalás. Szeretnénk majd egy hónapnyi időt is kérdi erre. A pandémia idején egy kis könyvet is írtam ezzel a címmel a vigasztalásról, ahol a szentélekről, a szentélekkel áthatott emberekről beszéltem, Noétól Barnabásig bezárulag, akiknek már a nevükben is ott volt a vigasztalás, vagy a vigasztalás fia. Nagyon nagy dolog a vigasztalás, a szeretetnek egy különleges megnyilatkozása. És a harmadik tanítás, hogy én kérem az atyát és más vigasztalót ádnéktek, hogy veletek maradjon mindörökké, mert én elmegyek, de én is a Szentlélek által tudok élni a szívetekben. Az én tanításaimat, életpéldámat, áldozatomat is a Szentlélek fogja megeleveníteni számotokra. Engem is a Szentlélek által tudtok befogadni és a Szentélek által valósítom meg azt, amit mondtam, hogy ha megteszitek azt, hogy mentek és embereknek hirdetitek az evangéliumot, és megkeresztelitek őket az Atya, Fiú, Szentélek nevében, akkor veletek maradok minden napon a világ végezetéig. Az Istenség három személye közül, most a Földünkön csak a Szentélek tartózkodik. De az Atyát is, a Fiút is, a maguk teljességében el tudja helyezni a szívünkben, hit által. Ilyen mai napot kívánok mindannyiótoknak.